Tehát mondjuk el lehet nevezni vastagbél megtartási szindrómának, vagy vastagbél forcált kiürítési szindróma, vagy valami. De a lényeg az, hogy a fél kiló kaka kijön, hogyha eszek, mondjuk evés után, egy rendes evés után eszek valami édességet, kívánom, de hát ugye eszem, és akkor az édességtől egy fél órán belül kiürül belőlem. És nyilván így a differenca abban a rengeteg ajában, amit megeszek, plusz a rengeteg szar között, ugye, és mínusz a rengeteg szar, amit kikakálok, az szinte zéró. Mert szinte ugyanannyit kakálok én, amit megeszek, nem csak, hogy nem hízok semmit, és nem laktálok semmit a szervezet.